Képviselő úr, 2024. június 9-én itt Magyarországon önkormányzati választásokra került sor. A választópolgárok leadták voksukat az önkormányzati vezetőkre, polgármesterekre, illetve a képviselőtestület tagjaira. Hogyan értékeli országos szinten, illetve itt konkrétan térségünkben az eredményeket? Mindenképpen öröm mindenki számára az, hogy magas volt a részvétel arány, hiszen ilyen magas részvételi arányú önkormányzati választás és Európai Uniós választás nem volt, tehát ez a demokrácia ünnepe, hogyha sokan mennek el szavazni. Országosan voltak olyan polgármesterek, akiket megerősítettek, volt, ahol újítás történt, de ebbe a körzetben, a Jászenkun-Szolnok megye 3. számú választókörzetbe, amelynek Karcag a központja, azt tudom mondani, hogy szinte minden településen azok a jelöltek nyertek, akiket a Fidesz-KDNP támogatott, és örülök annak, hogy voltak olyan polgármesterek, akik úgy gondolták már, hogy belefáradtak, idősebbek, jöttek helyettük a fiatalok, és együtt kampányoltak a fiatalok mellett, tehát a váltás is zökkenőmentesen történt. De azt mondhatom, hogy ebben a választókerületben mind a 3 járási központban, Tiszafüred, Karcag, Kúhegyes, a Fidesz által támogatott polgármesterek lettek, és mindenhol 100%-os, minden körzetben 100%-osan Fidesz-KDNP képviselők kerültek be az önkormányzatba. Nem lehetünk elégedetlenek, hiszen egy nagyon sikeres kampány, de a kampány az csak egy rövid része a dolognak, hiszen a munka most kezdődik, a kemény munka. Azt látom, hogy itt a polgármesterek összetartanak, segítik egymást tapasztalattal, munkában, és egy jó közösség alakult ki. Tehát ebbe a választókörzetbe a polgármesterek és a képviselők segítik egymást, tehát munkára fel. Tehát az a fajta gondolkodás és tetrekészség, ami eddig is jellemezte ezt a körzetet, az folytatódik az elkövetkezendőkben is, hiszen majdnem minden településen maradtak az eddigi vezetők, és egy nagyon jó csapatot alkotnak. Így van, hiszen mindannyian tudjuk, hogy a csapatban, az összefogásban van az erő, és ez a körzet meg is mutatta ezt. Én azt gondolom, hogy bátran és optimistán tekinthetünk a jövőbe. Június 9-én nem csak önkormányzati választások voltak, hanem Európai Uniós választás is, és nem csak itt Magyarországon, hanem az Unió valamennyi országában szavaztak az állampolgárok. Ezt hogyan értékeli? Hát a Fidesz-KDNP-nek a legtöbb Európa parlamenti képviselője már mint évek óta ciklusról ciklusra. Most is 11 Európa parlamenti képviselőt tudtunk a Európa parlamentbe juttatni, és hát a mai napoknak az egyik legnagyobb sikere, hogy egy patrióta frakciót sikerült Orbán Viktornak és a különböző pártelnököknek összehozni. A legnagyobb francia párt is 30 képviselővel csatlakozott ehhez a képviselőcsoporthoz, és az Európai Parlament 3. legerősebb, legnagyobb képviselőcsoportjává vált, és még nem állt meg a munka, hiszen többen vannak, akik még szeretnének ide csatlakozni. Én azt gondolom, hogy nem csak a választás lett sikeres, hanem a választás utáni párt és frakcióépítés is az Európa Parlamentben. Én azt gondolom, hogy változnak a szelek, tehát a patrióta, hazaszerető, háború ellenes pártok egyre jobban erősödni fognak. És az elkövetkezendő 6 hónap is jelentőségteljes lesz Magyarország számára, hiszen július 1-től Magyarország tölti be az EU-ban a soros elnökséget. Így van, ez nagy lehetőség és nagy felelősség is a Magyarország számára. Volt már Magyarország soros elnöke az Uniónak, akkor is hibátlanul teljesítette a feladatát, és most egy kicsit Magyarország beledobta a kavicsot az állóvízbe, hiszen Orbán Viktor béke teremtő misszióra indult el. Először Kijev, Moszkva, Peking, és most Washingtonban a NATO csúcson is ott van. Én azt gondolom, hogy fel kell készülni egy kicsit pegyhűt, belassult Európai Uniónak arra, hogy felpörögnek az események, és dinamikus vezetéssel sokkal több érhető el, mint a folyamatos lecsúszás, ami most az Európai Unióra jellemző. Én azt gondolom, hogy a magyar elnökség dinamikát, lendületet fog vinni az egész Európai Unióba. Bízunk benne, hogy ez az elképzelés, ez végig prioritást fog élvezni, és eredményre fog jutni az elnökség végére.
Így van, biztos vagyok benne, hiszen már néhány hete tölti be Magyarország az elnöki pozíciót, soros elnöki pozíciót, és már olyan dolgokat tudott véghez vinni, ami felpörgeti az eseményeket. Én bízom benne, hogy egyre több békeszerető ember fog arra a belátásra jutni, hogy Európának béke kell, mert Európa háború nélkül csak békében tud fejlődni. Most a nyár derekán vagyunk, a legtöbb ember ilyenkor megy szabadságra és pihenni, de azért a munka sem áll meg. Milyen feladatok állnak ön előtt a nyáron, mint országgyűlési képviselő? Hát rengeteg munka van, hiszen sok önkormányzatnál váltás van, sok önkormányzatnál ugyanahol nincs váltás, de a munka folytatódik, hiszen pénzügyi, beruházási problémák vannak, amiket mindig el kell simítani. Én azt gondolom, hogy ez a nyár is egy kicsit fog szólni a pihenésről, de azt hiszem, hogy több munka lesz benne, mint pihenés, de bizonyára találunk a családdal egy kis kikapcsolódásra lehetőséget, hiszen valamikor július második felében készülünk Erdélybe, hiszen minden évben ebbe az időszakba szoktunk kimenni, úgyhogy Tusnádra, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy izgalmas és jól fog telni ez a nyár is. Képviselő úr, nagyon jó munkát és nagyon jó pihenést kívánok a nyára. Köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönöm szépen, és minden kedves nézőnek én is jó kikapcsolódást, kellemes nyarat kívánok.